feltámadt Krisztus. Valóban feltámadt. Mindenkinek áldott feltámadásban örömteli napot kívánok. Jézus él, és köztünk van most is igéje, szeretete és szent lelke által. Ezért kérjük a szent lelket, vezesse minket. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Jöjj el, Szentlélek, Úristen, hogy megértsük Jézus szerető szavát, és kövessük is azt. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Olvasom a János evangéliuma 6. fejezet 1-től a 15-ig. Mindezek után Jézus Galilea, azaz Tibériás tengerén tóra ment. Nagy sokaság követte őt, mert látták a csodajeleket, amelyeket a betegeken művelt. Jézus fölment a hegyre, és leült tanítványaival. Közel volt a húsvét, a zsidók ünnepe. Amikor Jézus fölemelte szemét, és látta, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, megkérdezte Fülöptől: honnan veszünk kenyeret, hogy ehessenek? Ez pedig azért mondta, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar tenni. Fülöp azt felelte neki: 200 dénár áru kenyér sem elég nekik, hogy mindegyiknek csak valami kevés jusson. Tanítványok egyike, András, Simon Péter testvére is szólt: van itt egy fiú, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De mi ez ennyinek? Jézus erre azt mondta: telepítsétek le az embereket. Sok fű volt azon a helyen, letelepedtek tehát, a férfiak szám szerint mintegy 5000 voltak. Jézus pedig fogta a kenyereket, hálát adott, és szétosztotta a letelepülteknek. Ugyanígy a halakból is adott, amennyit akartak. Miután jól laktak, azt mondta tanítványainak: szedjétek föl a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszem. Összeszedték tehát, és az 5 árpa kenyér darabjaiból, ami megmaradt az étkezők után, 12 kosarat töltöttek meg. Az emberek pedig látva a csodajelet, amelyet művelt, azt mondták: bizonyára ez az a próféta, aki eljön a világra. Amikor Jézus észrevette, hogy arra készülnek, hogy megragadják és királlyá tegyék, ismét visszavonult a hegyre, egészen egyedül. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Azt látjuk, hogy Jézus felmegy a hegyre, leül, tanítványai körbeveszik, és a nép pedig hozzá sereglik. Milyen ismerős ez számunkra Máté evangéliumából, amikor a hegyi beszéd hangzik el. És minden bizonnyal arról van szó, amikor Jézus sokat, egész nap tanít. De látja, hogy az embereknek nem csak igére van szüksége, hanem valóban fogható kenyérre is. És milyen érdekes, hogy Jézus, aki látja a sokaságot, aki látja a szükséget, maga kérdezi a tanítványait. És a kérdés az, hogy honnan veszünk kenyeret, hogy ehessenek. És érdekes, hogy nem az apostolok teszik fel Jézusnak. Ha ilyen kérdés merül fel, azt jelenti, hogy aki kérdez, annak nagyon fontos a többieknek a helyzete. És nem azt kérdezi, hogy ti honnan vettek annyi kenyeret, hogy ehessenek a többiek. Vagy vajon én honnan veszek annyi kenyeret? Mi? Honnan veszünk? És ez a több eszen rendkívül fontos. És ez a kérdés, ez valóban a mi kérdésünk is. Sokszor. Honnan veszünk kenyeret? Honnan, hogy oldjuk meg ezt a problémát, ezt a helyzetet? És talán már voltak abban a helyzetben, hogy kérdéses volt a megélhetés. Életemben hosszú-hosszú ideig fiatal koromban hónapról hónapra éltem, és abból a bérből, abból a fizetésből, amit éppen kerestem, de mindig pontosan elég volt.
nem kellett kölcsönkérni, nem kellett olyan helyzetbe belekerülnöm a mindennapi megélhetés miatt. Isten gondoskodik. Sőt, volt olyan helyzet, amikor munkanélkülévé váltam. Pedig akkor már szerzetes voltam, és mégis. El kellett jönnöm egy helyről, és hónapokig jártam, hogy hova mehetek dolgozni. És pár hónap múlva adódott egy lehetőség. Tapasztaltam, hogy Isten gondoskodik. De ez a kérdés, hogy honnan veszünk kenyeret, ez olyan, amiben néha látjuk egy-egy helyzetnek a megoldását, egy-egy sugarat, mint ahogy András is megszólalt, hogy van ott egy gyerek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala, vagyis azt jelenti, hogy árpa kenyér. Ez a gyerek szegény volt, nem búza kenyere volt, az a gazdagoknak az eledele. Szegény, és mégis mindent oda tudott adni. És igazából mire tanít bennünket ez a szakasz? Arra, hogy honnan veszünk kenyeret? Többes számban. Mindannyiunknak van egy kevés, mondhatni 5 árpa kenyér és 2 hal, ami másoknak nyilvánvalóan kevés. Talán éppen számunkra, még egy embernek talán elég lesz. De Isten többre hív, és ezt a kérdést a tanítványainak teszi fel, nem a népnek, a tanítványainak. És nem is csak azért, mert ő nem tudná a megoldást, hanem azért, hogy mi találjuk meg a megoldást vele együtt. És aki Jézusban bízik, annak lesz az életében megoldás. És ha vannak olyan helyzetek, amik kérdésesek számunkra, hogyan folytatódik, az a jó hírünk, hogy nem egyedül kell megoldani. Van Jézusunk, a feltámadott, aki él, aki nem csak akkor tudta és látta az embereknek a szükségét, ma is. Drága testvérem, arra hív bennünket ez az ige, hogy mindent bízzunk rá, és működjünk együtt Jézussal. Azokkal a képességekkel, azokkal a lehetőségekkel, amik nekünk van. És Jézus megáld bennünket. Volt egy helyzet az életemben, amikor örökfogadalmat tettem, nagyon boldog volt az a nap. Elképesztően jól éreztem magam. Másnap reggel, mikor felébredtem, az volt bennem. Mit tettem? Én ezt nem leszek képes egy életen át végig megélni hűségben. Kicsit kétségbe estem. És utána jött egy másik gondolat. De Isten hűséges. De Isten kegyelmes, Isten jóságos, saját erőm kevés hozzá, de Isten által. Igen, valóban én is általa vele és benne hűséges tudok maradni. Van megoldás. Kérjük hát a Szent Lelket, tegyen bennünket figyelmessé arra a szóra, ami itt elhangzott. Honnan veszünk kenyeret? Együtt, a többieknek és magunknak is. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te gondoskodtál az emberekről, és együttműködsz egy egyszerű gyermekkel is. Köszönjük, hogy gyermekek lehetünk. Köszönjük, hogy odaadhatjuk azt, amink van. És köszönjük, hogy a beléd vetett bizalom által és a te áldó szeretetedben növekedhetünk és bővölködhetünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.